Nyíregyháza számára nagyon fontos az, hogy a szakképzése jó legyen. És nem csak azért, mert mindenhol azt mondják, hogy kell a jó szakember, hanem azért, mert ez mindig fontos volt az emberek és az emberiség számára. Ulrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg a szakképzés ifjú tehetségei ünnepségét, melyet idén 2 év kihagyás után ismét a hagyományoknak megfelelően rendezhetett meg a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Incédi György Szakképzőiskola és Kollégium aulájában tartott eseményen az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért diákok vehettek részt. Például Sas Bence, aki a szakmasztár döntőjében kiemelkedő teljesítményt nyújtott, az országos szakmai tanulmányi versenyen pedig ő lett a legjobb autóelektronikai műszerész, így felmentést kapott a teljes szakmai vizsga alól. Mind a válogatón és mind a döntőn ugyanaz volt a feladat, mármint ugyanazon a 7-es gól falon volt a feladat, azon volt a különböző hibák elrejtve, ezen kellett 2 órán keresztül a hibákat keresni folyamatosan. Ő pedig Szendrei Gedeon, aki széleskörű érdeklődése révén több műveltségi területen is országos eredményeket tudhat a magáénak, és idén a szakma kiváló tanulója versenyen szakácsként a legjobbnak bizonyult az országban. A főzés az szeretet, tehát hogy valaki valakinek ételt ad, tehát megeteti, ugye ez nagyon fontos a mindennapokban, és most ide szeretném azt kapcsolni, hogy minden nap főzök. Tehát nincs olyan nap, hogy ne nyúlnék a fakanához. A másik kérdés ugye az volt, hogy minden nap foglalkozok-e vele. Igen, minden nap. Tehát főzős műsorokat nézek, tanulmányokat olvasgatok, cikkeket olvasgatok erről, úgyhogy ez konkrétan az egész életemet lefedi. Az országos szakmai tanulmányi versenyeken a centrumhoz tartozó 10 iskolából közel 300 diák képviseltette magát. Eredményeik alapján 55 diák mentesült az írásbeli vagy a teljes szakmai vizsga letétele alól. 300 tanulónk indult különböző országos versenyen, és közülük most 59 olyan tanulót köszönhettünk, akik országos versenyeredményeket értek el. Valóban nagyon örülök, mert egy nagyon széles paletta volt. Tehát milyen a legjobb szakástanuló, dobogós a villanyszerelőnk, vízügyi technikusunk. Tehát nem csak egy szakmára orientálódva, hanem gyakorlatilag egy széles spalettát tudtunk ma felmutatni. Azt gondolom, hogy nagyon sok munka van mögötte, és hát ez különösen eredményesnek mondható, hiszen 2 év pandémiás időszak van mögöttünk. Köszönet ezért nyilván a kollégáimnak, a duális partnereinknek, akik segítettek abban, hogy valóban jó szakembereket képezzünk. Gurbánné Pap Mária főigazgató azt mondta, egyre több jó képességű tanuló választja a szakképzést, mivel tudják, hogy az itt elsajátított tudás komoly karrier lehetőséget jelenthet számukra.